Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor a 72 tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a szentélekben, és így imádkozott. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Mindent átadott nekem, Atyám. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Jézus ezután tanítványaihoz fordult, s külön nekik mondta, boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallhatta. Ezek az evangélium igéi. Meg a testvérek, a advent folyamán végig fog kísérni bennünket Izaiás próféta. Róla már kicsikét később többet is szeretnék mondani elmélkedéseinkben. Egyenőre azt próbáljuk elfogadni, illetve megismerni, hogy történelmileg helyezzük őt valahova, oda, ahová való. Ugye Jeremiás, ugye Izaiás próféta Krisztus előtt 740-től 700-ig élt. Ez az az időszak a zsidó népnek a történetében, amikor a zsidó népnek a történetében megjelennek az asszírok, az asszír fejedelem, és amikor az Izraelnek az északi részét elviszik fogságba, majd aztán később ez a fogság folytatódik, egészen a babiloni fogságig, és így tovább. Egy ilyen történelmi helyzetben a választott nép nem tudja, mit tegyen. Önmagában kicsi ahhoz, hogy megvédje önmagát, és tulajdonképpen ő azért esik fogságba, az asszírok fogságába, mert Asszíriának nem az a célja, hogy a zsidóországot elfogadja, hanem Egyiptomot szeretné meghódítani. A nép ekkor valahol reményvesztetté válik, és nem tudja, mit tegyen. Ekkor küldi a Jóisten Izaiás prófétát, és hogyha kicsikét nehezen is jegyeztük meg, maga ez a Zsoltár válasza, azt mondja, hogy a Messiás király napjaiban az igazság virága nyílik, és teljes béke lesz a világ végezetéig. Ez már rám mutat arra, hogy milyen nép, hogy is látta a választott nép a Messiásnak az érkezését. Itt tudjuk megérteni azt, hogy a választott nép miért várta ennyire a Messiást. Mert megtapasztalta a saját nyomorúságát, megtapasztalta a saját elnyomattatását, megtapasztalta a saját megaláztatását, és ezért reménykedik és kapaszkodik abba az ígéretbe, amikor majd a Messiás király megérkezik. Ezért hallottuk azt, hogy azt mondja a próféta, hogy amikor jön majd a Messiás, nem az szerint fog ítélni, amit a szem lát. Nem a látszat szerint. Őt nem lehet becsapni. Egymást be tudjuk csapni. Úgy teszek, mintha jó ember lennék, úgy mutatom magam, mintha kedves ember lennék, mosolygós ember lennék, de ténylegesen mi van bennem, az csak a Jóisten tudja. Talán még én sem látok teljesen tisztán. Amikor a Messiás király eljön, ő azonban azt fogja látni, aki én vagyok. És a népet is úgy fogja látni, ahogyan a nép van, mint választott nép. Ugye aztán ez a választott nép elveszíti ezt a bizonyos jogát, és így tovább. Éppen ezért a próféta miről is beszél? Arról beszél, hogy a választott népben a reményt megtartsa, hogy érkezik majd a Messiás király, és azért, hogy legyen miben remélni, ugye mi emberek olyanok vagyunk, hogy
a gyomorember, és így tovább a kézzelfogható dolgoknak az embere, ezért beszél arról, hogy majd az oroszlán meg fog szelídülni, a farkas és a bárány együtt fog legelni, az áspis kígyó lyukába is bedughatja a kezét a kisgyermek, és így tovább. Nyilván ezek egy picit eltúlzott képek, de azt akarják mindenképpen jelezni, hogy jön egy olyan messiási korszak, amikor jaj, de nagyon jó lesz. És gyakorlatilag az egész adventünk erről szól, hogy mi is belehelyezkedünk egy olyan szituációban, hogy de jó lesz majd, ha megszületik a messiás. Várjuk már a messiást, várjuk azt, hogy az Isten ígérete valóra váljék, mert a messiás az embert keresi. Nem azt, aki gazdag, nem azt, aki szegény, hanem a nagyot keresi, illetve az embert keresi. Éppen ezért, hogyha megnézzük a mai evangéliumot, itt tudnám csatorni az evangéliumon, a tanítványok visszamennek, elbeszélgetnek Jézussal, és Jézus, amikor végighallgatja a nehézségeiket, végighallgatja a gondjaikat, akkor nem kezdi el őket vigasztalni, hanem hálát ad. Áldalak téged, Atyám, ég és föld ura, mert mindezeket feltártad a kicsinyeknek. Ki a kicsi, és ki a nagy? Mindig is kérdés volt, és kérdés marad, és ez úgy gondolom a történelem folyamán. Van olyan kicsi, aki tulajdonképpen nem akar kicsi lenni, nem érzi jól magát a kicsinségében. Ezért folyamatosan panaszkodik, nem tetszik neki, hogy én miért vagyok kicsi, engem miért nem születtem a nagyok közé, és így tovább. És ez az ilyenfajta kicsi, az állandóan panaszkodó kicsi. Van olyan kicsi, aki azt mondja, én kicsi vagyok, de én szeretnék nagy lenni. Ezért elindulok a ranglétrán fölfelé, hogy majd én is oda megyek a nagyok közé. Nem vesz észre azt, hogy a nagyok között lét nem boldogságot jelent. A nagyok, akiknek nap mint nap meg kell harcolni a nagyságért, akiknek nap mint nap áldozatot kell hozni azért, hogy úgy mutassák, hogy ők milyen nagyok, és így tovább, ez milyen sok fáradtságba kerül. És végül van az a kicsi, amely kicsi azt mondja, én az én kicsinségemben vagyok nagy. Azzal, hogy elfogadom az én kicsinségemet, azzal, hogy az én kicsinségemben támogatom a többieket, ezért én magam is naggyá válok. Áldalak téged, Atyám, hogy mindezt megmutattad a kicsinyeknek. Valahol a mai napra én ezt szeretném önöknek kívánni, és magamnak is ezt szeretném kívánni, hogy merjük fölvállalni a kicsinségünket. És olyan szép az evangéliumnak a befejező mondata, Jézus azt mondja, hogy boldog a szem, amely látja, amit ti láttok, boldog a fül, amely hall, és így tovább. Mindez pedig arra vonatkozik, hogy az Ószövetség emberei mennyire vágytak erre a tanításra, mennyire vágytak erre a messiásra, és ők bizony ebből kimaradtak. Kaptak ők morzsákat a profétákon keresztül az Isten üzenetéből, de a teljes igazságot maga a messiás hozza el nekünk. És ezért úgy gondolom, hogy hálásaknak kell lennünk a messiásnak, aki igazából a számomra útmutató. Fogadjam el, szeretném elfogadni tőle a mai napra is az útmutatást, és szeretném elfogadni mindazt, amit tartogat számomra a mai napra. Amen.